Kedves nézőink, a mai adásunkban Arcok, sorsok a mezőgazdaságban című filmünket látják. A Somogyi család azon ritka családok közé tartozik Szegváron, ahol a nagyapa, a fia és az unokája is a mezőgazdasági szakmát választotta. Kezdjük a bemutatást a legifjabb Somogyival. Légy szíves, mutatkozz be! Ifjú Somogyi János. Mesélnél néhány szót magadról, merre dolgozol most? Itt Szegváron a Puskin Tejkáftén dolgozom, mint képész. És mióta? 3 éve. Hogy jött a késztetés arra, hogy ebben az irányzatban helyezkedj el? Hát ugye, hogy apu is evel foglalkozott, már kiskoromban is úgy szerettem kijárkálni hozzá, a gépek érdekeltek, úgy döntöttem, hogy ezt a szakmát választom én is. Legyen szíves bemutatkozni. Somogyi János. Mióta dolgozik a szakmában? A szakmában? Hát elég régóta már. 75-ben végeztem, azóta szinte egy munkahelyen vagyok, csak a nevek mindig változnak. Szerintem a vérrel átítatódott belém ez a gépszeretet. Kérdezem idősebb Somogyi Jánost, hogy ismertesse életútját, különösen azt, hogy hogyan lett mezőgazdasági gépszerelő. szeptember 28-án születtem. Majd a iskolai, általános iskolai elvégzés után, ami eléggé rosszul időzített volt, mert pontosan akkor volt a háború vége. 1944-ben végeztem el a 6. osztályt, majd gyerekkorom óta nagyon szerettem a gépeket. A határban megláttam egy gépet, képes voltam ilyen étlen szomjan utána menni és nézni. Innen lett az a gépek szeretete, majd 1948-ba elmentem traktoros iskolára, Gyomára, ami 3 hónap leforgás alatt végeztem. Attól kezdve próbálgattam elhelyezkedni a gépállomásokon, de nehéz időszakok voltak, mert állandó jelleggel nem vettek föl segédvezetőnek, vettek föl ősztől az év végéig, majd bevonultam katonának, utána a leszerelésem után a derekegyházi gépállomás megszűnt, a traktorokat és a személyzetet két felosztották, egy újonnan alakult gépállomások Szentes és Mindszenten voltak. Én a mindszenti gépállomásra kerültem, ott próbálkoztam. Ön, amikor elvégezte iskoláit, hol kezdett el dolgozni, és milyen gépeket szerelt, illetve milyen gépeken dolgozott? G35-ös traktorra kerültem a derekegyházi gépállomáson, mint segédvezető, és ugye az szerződéses munkaviszonyok voltak, minden év december 31-ig szerződtünk, majd 1954-ben kaptam önállóan egy gumikerekes traktort, amivel kihelyeztek Szegvárra a mezőgazdaságot segíteni. Még akkor többnyire egyéni vállalkozók vagy egyéni termelők voltak, kevés szövetkezet, kicsi szövetkezetek voltak. A egyéni vállalkozóknál takarmány, behordás, szálas termények betakarítása, trágya kihordás, cukorrépa szállítás, ilyenekkel foglalkoztam. Majd ekkor már éves, tehát meghatározatlan időre kaptam szerződést, ami
azt jelentette, hogy télen is foglalkoztattak a javításban bennünket. Akkor úgy, gépállomáson brigádban dolgoztunk, és az akkori brigádszerelőnk elhagyott bennünket, elment másik munkahelyet választani. Nem volt, sokáig úgy voltunk, hogy nem volt szerelő, és ekkor akkor egy brigádvezető Juhász Péter, és már akkor Szántó Lajos Mindzenti gépállomás igazgatója fölkért arra, hogy vállaljam el a szerelést. Majd azt is megérték, hogy elküldenek a leendő legközelebbi ilyen szerelőképző tanfolyamra, amely be is következett 1961. szeptember tájékán Kétegyházán. Ott elég sűrű tananyagot küldött el sajátítanunk kb. Hát szűk egy év alatt, mert 1962. júniusában végeztem, akkor jöttem haza. Attól kezdve a Mindzenti gépállomáson körzeti szerelő tevékenykedtem. Télen benne a G35-ös traktorok, mert még akkor ugye más nem igen volt, javításába önállóan részt kellett venni akkor. Abban az időben, amikor még a gépállomások működtek, hogy voltak önök megbecsülve, mennyire voltak megfizetve, annál is inkább, mivel a régi traktorok nem voltak olyan kényelmesek, mint a maiak? Én nekem erre nagyon nehéz feleletet adni, mert ugye aki szerette a szakmáját, az nem a fizetésével törődött, hanem hogy abban dolgozhatott abban a szakmában. Elsősorban én így láttam ezt a kérdést. Fejadagot adott, a búza utalványt még, tehát a malomba csak az utalványra kellett menni, és kaptuk a lisztet, mint kicserélt, ilyen segítségek voltak, fa, tűzre való segítséget. Látok az asztalon egy képet, ahol ön a parlamentben van, mesélne erről néhány szót. Ezt a kitüntetést én az 1960-as évek végén kaptam. Pártag nem voltam, kizárólag a munkám után érdemeltem ki. Mikor szűntek meg a gépállomások, és miért? Hát a gépállomások azok nem egyszerre szűntek meg, folyamatosan. Ugye a TSZ-ek erősödtek, úgy fogyott a gép, mert egy az, hogy kevesebb munkát igényeltek, másrészt még eladták a gépeket a termelőszövetkezeteknek, és ugye azoknak is olcsó volt a használt gépet beszerezni, mint az újakat. Majd később, mikor a gépállomások szakosodtak, az a egyre kevesebb gép, ami volt a gépállomásoknak, úgy szakosodtak, hogy egyik Makon például a százasokat, meg a lánctalpasokat javították, Mindszenten a kombányokat javították, Szentesen az összes gumikerekes traktorokat ott javították. Ezek a gépállomások megszűnésével is, az én munkahelyem is majdnem azt lehet mondani, évről évre változott, mert a gépállomások, ahogy összevonták a gépállomásokat, egyik nap az egyik céghöz tartoztam, a másik nap a másik céghöz tartoztam, de végeredményben a munkahelyem az mindig ugyanaz maradt, egy volt. Hová ment dolgozni ezután? Hát, mint ahogy már az előbb is említettem, én nem hagytam el a szakmát, én végig ott dolgoztam, a cégek változtak körülöttem. A utolsó ilyen vállalati munkahelyem a Hódgép volt, Hódmezővásárhelyi Gépjavító Vállalat, de a Szentesi Kirendeltségén, mint hegesztő dolgoztam, de a pótkocsik légtartályát, minket a pótkocsik gyártásába segítettünk be. Ön a Szegvári Puskin mezőgazdasági TSZ gépműhelyében dolgozott, mint művezető, és onnan is ment nyugdíjba. Hogyan emlékszik erre az időszakra? Szép, jó időszak volt, szerettem,
De előrébb kezdeném a mondókámat például ott, hogy a pótkocsik gyártása során nagyon szerettem volna már az utóbbi időkben kikerülni valahova. Volt gondolatom, hogy jövök a Puskinba. Ezek a gondolatok úgy valahogy összevágtak a akkor nem régen végzett Gila György főmérnök lett a Puskin TSZ-be, és megkeresett, hogy nem mind volna kedvem elmenni a Puskinba dolgozni. Akkor még mint mezőgazdasági képszerelő mentem a Puskinba dolgozni, a műhelybe. Majd ott én nem tudom, hogy egy év, két év szerelési munkák után szárító felépítésével egyik művezetőt, Kosztolányi Jánost elvitték a szárító üzemvezetőjét, és annak a helyére választottak meg engemet. Így lettem művezető, 18 vagy 19 éven köröztük. Itt a termelőszövetkezetben már akkor is szakosítva voltak a gépjavítási munkálatok. Én az összes mezőgazdasági erőgépek voltam a művezetője, azért voltam felelős a munkagépek javításáért és az állapotáért. A Gorki TSZ-től átkerült, az egyesítés folytán átkerült Buda Mihály vezette, és még épült egy szervizműhelyünk, amelyet Pataki János nevű szegvári fiatalok vezették. A szervizműhelyben, mivel már akkor a karbantartások kötelezőek voltak, a szervizműhelyben végeztük ezeket a karbantartásokat. Minden gépnek meghatározott időben be volt osztva, hogy mikor kerülhet ilyen karbantartásra. A javítások folyamán még meg kell említenem, mert ugye akkor már növénytermesztési ágazatunkint volt szakosodva a TSZ is, úgy voltak elosztva a gépek is. A növénytermesztési ágazat gépészeti vezetője Gyovai Vilmos volt, és ő felelt a gépszemlék lebonyolításáért velünk együtt, és az összes minden esztendőben az aratás kezdete előtt voltak a gépszemlék, amelyekre még voltak hízva tűzoltóság, rendőrség, munkavédelem, stb. Ezen a részvételeken mindig jó vagy kiváló eredményt kapott a fölkészülésünk. A fiam az 1972 bevégzett Makon, mint mezőgazdasági képszerelő. Attól kezdve ő is ott a Puskin TSZ-be dolgozott, és különböző beosztásokban, műhelykocsin, később traktoron. 1999-ben végzett az unokám Csongrádon, mezőgazdasági gépész szakon, és attól kezdve ő is oda került a Puskin TSZ-be, de én akkor már Puskin Tej Kft-höz, én már akkor nyugdíjas koraimat éltem. Hogyan telnek nyugdíjas évei? Mint nyugdíjas figyelemmel kíséri a mezőgazdasági technika átalakulását, valamint az ön szemében mennyire változott meg a szegvári határ? Nyugdíjas éveimet már most megszoktam, elég jól el tudom tölteni. Szeretek horgászni, járok is, néha halat is szoktam fogni. Hát a technika folyamatát, ahogy tudom, figyelemmel kísérem, de nagyon nagy változás van, vagy ment végbe a G35-ös traktortól a mostani számítógép vezérlésű traktorokig. Amit, hogy mondjam, talán, hogy megértse az ember körül is egy ember élete ahhoz. A mezőgazdaság, vagy a határa, mezőgazdaság részérű, nagyon sokat változott, de nem pozitív irányba, én szerintem, hanem negatív irányba. Nagyon
nagyon gazdag a földek, talán nem törődömség folyik, vagy nagyon ahhoz közeli cselekmények mindenki. Ön szerint mi az oka annak, hogy a mezőgazdasági vállalkozók nagyítóval sem találnak fiatal, sokoldalú mezőgazdasági gépészeket? Nem tudom. Nehéz a válasz rá, de én szerintem van olyan is, hogy nem könnyű munka ez a mezőgazdasági traktoros élet, mezőgazdasági gépész élet, nagyon nehéz munka, nagyon sok éjszakázás van benne, és a mai fiatalok talán kényelmesebb munkákat szeretik. Inkább elméhentesnek, vagy ami könnyebb munka, egy boltba kiszolgálónak, ahol nem kell éjszakázni, a pult mellett állni könnyebb, mint éjszaka egyedül határba a traktort vezetni. Legifjabbibb Somogyi János kérdezem, hogy te hogy látod az előző kérdést? Hát nekem az a véleményem erről, hogy ez a szakma már, én úgy gondolom, nincs úgy megbecsülve, mint régebben, és ugye amikor még tatám is, még amikor apu is elkezdte ezt a szakmát. Meg ugye akkor sokkal több ember foglalkoztatott szinte ugyanannyi vezető, mint mostan, és ugye az én úgy gondolom, hogy az irányítással is vannak itt problémák, azért is, hogy ők hallják, és hogy nem szeretik azt, hogy 12-14 országot dolgozni, és nincsenek motiválva az emberek, még a fiatalok se, hogy ezt a szakmát kitanulják. Nekem az a véleményem. Köszönjük a beszélgetést, és további jó egészséget kívánunk!